Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Szabadtéri fitness park létesült Botlik Anita körzetében Gerizdesen. Kétnapos fesztivállal ünnepelték a nyarat a Hagymatikumban. Vajon mit akar igazából a másik fél? Egy új fitness park létesült a közelmúltban a gerizdesi játszótér mellé, amelyet Botlik Anita települési képviselő is használatba vett, Kovács Gábor sportszervező és két szakember társaságában. A szabadidőpark lehetőséget biztosít minden mozogni vágyónak arra, hogy ezt díjmentesen a szabad levegőn tegyék. A kezdeményezést Makóváros önkormányzata finanszírozta. Akkor most a hasizom következik, szépen húzd hátra a két könyöködet, és próbálj fölülni, úgy. Szeretném, hogyha teljesen megpróbálnál fölülni, azaz kihúzod, hátra húzod a könyököket, és lassan visszagördülsz. Ebből még szeretnék hármat, jó? Tökéletes. Belégzés, és mikor jössz fel, akkor kifújod a levegőt, azaz hátra húz a könyök. A kondi elemeket szakszerűen próbálta ki Botlik Anita, dr. Szedoglavics Jolán fitness edző segítségével. A gerizdesi játszótér mellett kialakított szabadtéri kondiparkba Kovács Gábor sportszervező és Tóth Szabolcs Alex személyi edző is ellátogatott. Utóbbi street workout versenyzőként is tevékenykedik. A sportoló megosztotta televíziónkkal, hogy milyen edzéseket ajánl azoknak, akik nem rendelkeznek sportmúlttal, de tenni szeretnének a testük egészségéért egy kis mozgással. Először is a mély izmok általában, amik nagyon el vannak maradva, gondolok itt a hátizmokra és a hasizmokra, ugye ebből ered rengeteg tartás probléma, az ülő életmód, rengeteg vezetés, amit ugye mi is átélünk nap, mint nap. Szóval a törzsizmait kell megerősíteni, akár plank tartások, hogyha az nem megy szép tartással, akkor lerakja az ember a térdét, fekvőtámasz szintén, térdelő fekvőtámasz, guggolásból részleges guggolások, és ehhez hasonló feladatok. Láb, törzs, kar, hasizom és csípő gyakorlatokra alkalmas gépek is megtalálhatóak itt, emelte ki Botlik Anita. A képviselő elárulta, hogy hogyan sikerült megtartani a ígéretét, amit még a választási időszakban tett. 3 évet kellett várni, de megérte, és most már örömmel mondhatja, hogy mindenki használatba veheti a gumiszőnyeggel ellátott kondiparkot. Elkészült ez a pálya, 6 kondigéppel, felnőttek, kamaszok, nyugdíjasok egyaránt használhatják. Szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy használják, hiszen főleg mostani gazdasági helyzetben nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy kondibérletet vegyen. Itt viszont ez egy remek ingyenes lehetőség arra, hogy még az is fitten tarthatja magát, egészségét megőrizheti, prevenciót alkalmazhat, aki egyébként sajnos anyagilag esetleg nem teheti ezt meg. Hozzátette, a beruházást Makóváros önkormányzata finanszírozta, mintegy 3 millió forint értékben. Szó esett arról is, hogy tervezik a térfigyelő kamerák kihelyezését is, mivel a biztonság nagyon fontos szempont. Többek között verőfényes napsütés, kellemes víz és üdítő dallamok várták a fürdőfesztiválra érkező vendégeket a Hagymatikumban. A program szervezői nagy figyelmet szenteltek annak, hogy lehetőleg mindenki feltöltődve és élményekkel gazdagon térhessen haza. Az időjárásra nem lehetett panasz a fürdőfesztivál ideje alatt, hiszen a nagy meleget szinte csak a vízben lehetett elviselni. A kinti 33 méteres medence is megtelt látogatókkal, akik egy vízitorna keretében mozgathatták át magukat. A fürdő divízió vezetője, Lajtosné Pap Noémi stábunknak elárulta, a program kínálat összeállításakor arra törekedtek, hogy minden korosztálynak kedvezzenek. 2013 óta igyekszünk minden évben megrendezni a fürdőfesztivált. Idén 2 naposat terveztünk, szombaton és vasárnap minden a móka kacagás köré íródott. Gyermekeknek készültünk a Dorkaland műsorával, illetve érkezett hozzánk hagymanó is, valamint kézműves foglalkozásokat is tartottunk. Ezen kívül számos kiegészítő programmal, helyi fellépőkkel is készültünk. A Búdó klubosok bemutatóját, valamint Debreceni Gáborék csapatát is megtekintetik, ami a testépítés köré íródik. Igen, igen.
A legnagyobb slágerek itt a Hagymatikumban, hölgyeim és uraim! A szombati esemény egyik fő hangulatfelelőse Herman János DJ volt, aki, mint megtudtuk, már a régi fürdőben is pörgette a lemezeket. Engem örömmel tölt el, hogy az embereket szórakoztatom, és a mosolyok, a visszajelzések, a tapsok, a gratulációk, ezek éltetnek. Ez egy másfajta dolog, és ez teljesen kikapcsol, és én ezt ezért csinálom. A komplexumban a makui vendégek mellett külföldi és belföldi turisták is hűsöltek. A feleségemnek a legjobb barátnője lakik a Hódmezővásárhelyen, és ők mondták, hogy ez egy nagyon jó hely, és érzünk el, nézzük meg milyen. És bevált nagyon két kisfiunkkal, a másik 4 éves, ő már ott egyedül rosszalkodik, az 1 éves pedig itt velünk, és nagyon szép, nagyon-nagyon tetszik. Szolnokon sajnos most nincsen strand, ahova így tudnánk családdal menni, mert még felújítják, de ez nagyon jó. 60-ból érkeztünk, a férjem már volt itt régebben, és azt mondta, hogy ezt nekem is látni kell. Úgyhogy most így eljöttünk az unokámmal. Ugyanez a véleményem, gyönyörű, szép, tehát ez, szerintem ezt egy életben látni kell. Mert annyira egyedi, hogy én szerintem az országban még egy ilyet nem lehet megtalálni. Ők az unokáim, ők Dunakesziről érkeztek, nálam nyaralnak most. És hát természetesen hova mennénk, mint a hagymába. Hogyan telik a nap? Miket próbáltak ki? Mindent. A csúszdától kezdve, vagy a babavilágig, mindent. És a legjobban tetszik az óriás csúszda. A rendezvényen koncertélményből sem volt hiány, ugyanis főbemászó slágerekkel örvendeztette meg a közönséget a Unique együttes, valamint Szélpár Szilveszter és Kozma Orsi énekesek is színpadra léptek. Mindenről részletesebben szerdai híradónkban számolunk be majd önöknek. Rövid híreket láthatnak. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón bejelentette. Az országgyűlés a MOL javaslatát elfogadva úgy határozott, hogy a kormány a 480 forintos benzinástopot ezután csak a nem céges, hanem magántulajdonú gépjárművekre, mezőgazdasági erőgépekre, traktorokra és a taxikra tartja fent. Tehát a nem természetes személy által fenntartott eszközök kiesnek a kedvezményezetti körből. A politikus rávilágított, az ellenőrzés könnyű és gyors, hiszen a forgalmi engedély egy leolvasható vonalkód található. Az így elérhető adatokat a MOL-nak joga van tárolni, és az ellenőrzés érdekében ezeket köteles a NAV felé továbbítani. Néhány korábbi rendelkezés változatlan maradt. Piaci áron tölthetőek a külföldi rendszámos járművek és a 7,5 tonnát meghaladó tehergépkocsik, utóbbiak akkor is, ha magyar rendszámmal rendelkeznek. A rendelkezés a hétvégén már hatályba is lépett. A mai naptól fél óránként jár a Hódmezővásárhelyet Szegeddel összekötő tramtrain. A Rádió Hét weboldalán arról adtak tájékoztatást, hogy a vasútvillamos hajnal 3:30 és este 10:30 között minden óra 1:30 indul Vásárhelyről Szegedre, visszafelé pedig 4:45 és este 3:45-11 között minden óra 16:45 közlekednek a szerelvények. Emellett pedig csütörtöktől vasárnapig éjszakai járatok is lesznek. Nagy változás, hogy a szolgáltatás fizetőssé vált. Biber Anetta, MÁV szóvívője a Rádió Hétnek elmondta, 465 forintba kerül egy teljes áru vonaljegy, a teljes áru havi bérlet pedig 17.800 forint. Hódmezővásárhelyen és Szegeden is számos megállóban vannak kihelyezve jegykiadó automaták. A jegyeket a szerelvényeken, az ottani automatákból is meg lehet vásárolni, ám ezeknél csak bankkártyás fizetés lehetséges. A vasúti pénztárakban is elérhetőek a menetjegyek, de otthonról az interneten is meg lehet őket vásárolni a jegy.mav.hu oldalon vagy a MÁV applikáción keresztül. A makói nyár névre keresztelt rendezvénysorozat keretében a Hagymaház szabadtéri színpadán a közelmúltban 800 néző tekinthette meg a Tanulmány a nőkről című darabot. Az Ente Ferenc Színház és a Soproni Petőfi Színház közös produkciója egy igazi retro vígjáték, amely amellett, hogy megnevettette a kultúra kedvelőket, örökérvényű igazságokat is tartogatott számukra.
Egy férfi egész életében azon gondolkodik, hogy vajon mit akar a nő, de ez fordítva is igaz. Ezekre a kérdésekre azonban nem biztos, hogy bárki valaha is konkrét és egyértelmű választ kapott a történet szerint. Árult el nekünk Ágoston Péter, akit a hölgyek érzelmi világát vizsgáló író szerepében láthattak a nézők. Ő volt az a személy, aki összefogta a cselekményszálat. Mint mondta, a felek közt fennálló viszonyrendszert könnyed formában firtatja a darab. Tudjunk egy jót nevetni, vagy egy jót mosolyogni azon, amit egyébként mindenki tud és ismer, hiszen ez mindenkivel megtörténik, hogy amikor élete szerelmét életében először meglátja, akkor elkezd remegni a lába, elkezd izzadni, elkezd össze-vissza beszélni sok esetben, nem persze más mértékben, de azért mindenki kicsit izgul a másik nemhez való közeledéskor. És ennek a humorát, vagy ennek az öniróniáját akarja ez a kis nyáresti szórakoztató előadás kihangsúlyozni, vagy inkább ezt akarja tükörként elénk tárni. Az volna a kérdésem, hogy mikor van a fogadó órája? Most! 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 Fantasztikus válóperes ügyekről lenne szó! Nagyszerű! Ez ugyanis a szakterületem! Olyan fiatalnak látszik! Mondja, hány ügye volt eddig? Az önökét leszámítva egy sem! Az alapszituáció szerint három nő úgy határoz, hogy elválnak férjeiktől, akik először nem is tudják, mire vélni ezt a döntést. A cselekmény azonban tovább bonyolódik, mikor már a férfiak is támogatják az ötletet, azért, mert beleszeretnek magába az ügyvédnőbe, dr. Képes Verába, akit Kubik Petra testesített meg a színpadon. A színésznő elárulta nekünk, hogy szerinte mi az egyik legnagyobb tanulsága a műnek. Kommunikáció fontossága. Egy kapcsolaton belül, hogy milyen fontos az, hogy kommunikálj, és megfelelően kommunikálj, jó alkalomban, jó helyen, és jól. Tehát milyen minőségben. Mert hogyha az emberek tudnak kommunikálni, akkor tulajdonképpen effektíven meg tudják beszélni a dolgaikat, bajukat, gondjukat, hiányosságaikat, és akkor, hogyha másik tudja, és ezt tapintatosan mondom el neki, akkor majd azután onnantól kezdve rá van bízva, hogy a másik mit kezd vele. De akkor legalább adtam egy esélyt annak, hogy mondjuk lehet ezt másképpen is csinálni, mint eddig. Csak mondjuk ezt nem lenyelem, és magamban tartom, és puffogok rajta évekig, hanem mondjuk elmondom a másiknak, hogy nekem például mi az, ami hiányzik egy kapcsolatból. A prózai részek mellett zenés átkötések fűszerezték a produkciót. Többek között olyan örökzöld slágerek csendültek fel, mint a Nem leszek a játékszered, a Gedeon bácsi és a Valaki kell nekem is. A Dériné programnak köszönhetően kedvezményes jegyáron tekinthették meg az érdeklődők az előadást, amelyről egy bővebb összefoglalót is műsorra tűzünk majd Társalgó című színes kulturális magazinunkban jövő hét csütörtökön. A labdarúgó MB3 első fordulójában a magasabb osztályból kieső Szolnokot fogadta a Makó FC hazai pályán. A kezdés után a mérkőzés irányítását a hazaiak ragadták magukhoz, a folytatásban viszont váltakozva domináltak a csapatok. Siha Zsolt együttese végül megérdemelten 2-1-re tudott győzni a középcsoport újonca ellen. Bár a szeles időjárás egyik csapatnak sem kedvezett, a mérkőzés elején a játékképe alapján a makóiak némi mezőnyfölényt tudta kiharcolni, mely helyzetekben is bemutatkozott. A 22. percben a makói Csányi Ádám a 16-oson kívülre tekerte kapura labdát, ami a felső kapufáról pattant képen Zámbori Dániel elé, aki szintén a lécet talált el. Kapufákból ezt követően sem volt hiány, egy veszélyes szolnoki helyzet után Pantelis lövése szintén a lécről pattant le. Az első gólig egészen a 39. percig kellett várni, Rabesz volt el érte utol Pantelis indítását és kicselezve a vendégek kapusát hálóba lőtte a labdát. A második játékrész hasonló szellemben folytatódott, alig telt el 3 perc és a Maros Mentek újra betaláltak, ezúttal Pantelis érkezett jó a seres beadására. A folytatásban a szolnokiak aktív mezőnjátékkal próbálkoztak, ám első nagyobb helyzetüket Bordás Dániel védte. A szépítő találatot a 71. percben szerezték meg. A mérkőzés utolsó pillanataiban akadtak még ugyan veszélyes helyzetek, de mindkét kapus a helyén volt, így gól egyikből sem született. A végeredmény Makó FC Szolnoki MÁV FC 2-1. Főleg a második félidő vége fele már jobban jöttek el, és fáradtunk.
kaptunk sajnos egy gólt is, ami szerintem elkerülhető lett volna, de így alakult, kiközöttük a győzelmet. Siha Zsolt, a makkuiak edzője, a mérkőzést követően elmondta, előzetesen keveset tudtak meg a Szolnokról, de egy meghatározó csapata lesz a bajnokságnak. Elfáradt a csapat, illetve azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az ellenfél ott már mindent egy lapra téve próbált szépíteni és visszajönni a mérkőzésbe, illetve van itt azért Makon egy elég speciális dolog, hogy itt az utolsó bajnoki óta nem fújt a szél, ma újra sikerült orkán erejű szélben játszani, az első félidőben minket támogatott a szél, a másodikban a vendégeket, úgyhogy ez is közrejátszott. A Makó FC labdarúgói nem pihenhetnek sokat, ugyanis most szerdán a szintén újonc Bánkdalnoki Akadémia együtteséhez utaznak, majd szombaton a Magyar Kupa első fordulójában ugyancsak a Szolnok csapatával mérkőznek meg, ezúttal idegenben. Érkezzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Szabadtéri fitnesspark létesült Botlik Anita körzetében Gerizdesen. Kétnapos fesztivállal ünnepelték a nyarat a Hagymatikumban. Vajon mit akar igazából a másik fél? Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Társalgó című színes kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Később a Lábasház című ismeretterjesztő filmet tűztük műsorra, végezetül a Sportélet című sportmagazinunkat láthatják. Kedves nézőink, ez volt az augusztus 1-i hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!